Sziasztok! Az okos mérleg sokkal több mindent megmutat, mint csupán a testsúlyunk. Az egyik irányadó adat minden okos mérlegen a BMI, vagyis a testtömegindex. Ez is igazából csak egy irányadó. Én azt gondolom, hogy nem ez a legfontosabb, ez életkorból, nemből, súlyból kalkulálja egyébként a rendszer. Én szerintem a legfontosabb a viszceláris, vagyis a zsigeri zsírérték. Itt látjátok a határértékeket. Magyarul, hogyha 9 alatt van, az még jó. Ez a viszceláris zsír, ez az a zsír, ami a belső szerveinkre telepszik rá, és nagyon komoly megbetegedéseket okoz. Ez nem feltétlenül csak annál veszélyes, aki egyébként mondjuk kövérnek tűnik, hanem a teljesen normális testalkatú, mondjuk ilyen középkorú, főleg férfiaknál nagyon komoly veszélyt jelent, mert nem biztos, hogy ezt egyébként egy sima mérleggel meg tudjuk mérni, vagy nem tűnünk kívülről kövérnek. Ez a viszceláris zsír okozza a legtöbb elhízásos betegségnek mondott betegséget. Az okos mérleg ezen kívül megmutatja a testzsír százalékunkat, illetve a testvíz százalékunkat. Azért készítettem ezt a videót, hogy megértsétek azt, hogy az összes okos mérleg adat közül én szerintem a viszceláris zsír értéke a legfontosabb, és ezt kell normál érték alatt tartanunk. A mérleg a barátunk, érdemes azért legalább havonta egyszer ráállni, ha tehetjük, akkor okos mérlegre. Egyébként 8000 forint körül van egy egyszerűbb okos mérleg, ami szintén mindent megmér. Vigyázzatok az egészségetekre, mert nincs annál fontosabb. Sziasztok!